Na hát üdvözlünk ismételten minden kedves nézőt itt. Lassacskán kezdetét veszi a harmadik pálya, de még előtte hadd üdvözöljem itt a bal sarokban. Köszönöm szépen. Kedves Squirtle kollégát, a B-nek a játékosát. Hogy ment így a mai nap összességében, gondolatok? Hát, egy mirás warm-up volt, én úgy érzem, ez egy picit eszögösen ment, de utána a D2-re már szerintem egy picit jobban belejöttünk, de még azért is ott volt egy-két ilyen miszkommunikáció, amit szerintem lehetett volna javítani, de így overall elégedett vagyok. Na, ezt jó hallani azért. Akkor vasárnapra még vannak kiaknázatlan erőforrások ezek szerint? Hát, valami szinten igen, az mindig van, de nem tudom, mennyire fogunk azon javítani, mert hát ugye nem igazán lesz lehetőség játszani, de reméljük, hogy lesz a vasárnap. Meglátjuk. Igen, így azért, hogy egy BO3-mal kevesebb, most nem tudom, hogy sajnáljátok el, vagy azért mondjuk egy BO3 jól jött, bár mondjuk akkor kettőt kellett volna játszani, hogyha ugye nincs meg a két winnernek ugye a győztes meccse, tehát hogy most akkor melyik kezdetekben, mert így viszont kevés meccset játszottatok, hurrá, ott vagytok ugye vasárnap, de hát valóban ugye kevesebb a lehetőség. Tehát gondolom azért ennek jobban örültök, hogy több lesz a pihenő, meg így van. Tudunk többet pihenni, szóval igazából jobban el vagyok. Én... pihenni jöttél ide úgyis. Hát, amúgy, igen. Szóval, alapértelmezetben azért jöttem, hogy pihenjek. Csak, és a játék az egy ilyen side dolog, amit élvezek. De... Hát igen. Hozzá tartozik a lanokhoz, nem? Igen. Hát, igen. Mondták, hogy ott van egy üres szék, akkor oda be kéne ülni. És igen, láttam ezt. Kéne nyomni a dupla V-t, meg a kékkeretes. Hát, igen. Még egy utolsó kérdés, hogy erre az eredményre számítottatok egyébként így csapatszinten? Hát, én egyénileg így nem igazán, de... Jobb lett? Az optimizmus. És mi lett volna reális szerinted? Bárha nem túl indiszkrét a kérdés. Hú, hát én úgy gondoltam, hogy az elsőt veszítjük fixen. Igen? Igen, és utána... Ugye a warm-up miatt egyébként, hogy egy kicsit bele kell rázódni? Igen, én úgy gondoltam, hogy az lenne a lépés, amit csinálunk majd, de végül jobban jött ki, szóval... Én örülök. Jó hír. És a másik jó hírünk, hogy indul itt a döntő összecsapás a Last Dance és a Bullpick között. Dani, téged még nem volt szerencsénk megkérdezni. Mit gondolsz, melyik csapat húzza be végül? Ez egy nagyon 50-50. Mi lesz a végeredmény szerinted? Végeredmény? Pontos végeredményt kérünk. 13-16 a Last Dance-nek. 16-ot nyer a Last Dance. Igen. Oké. Okay. Fordítanak. Jó, ez is egy... Igen. Én azt mondom, OT lesz ebből. Oké, meglátjuk. Hát igen, mondjuk Mirázs egy alapálya, tehát azért itt bármi is megtörténhet, főleg, hogy igen, a sorék így indulnak meg, és ugrálva, hát le is plantották közben, lerakták a bombát, így V4-ben közben, és nézd meg, tolják tovább, tehát nem is hagyják a CT-ket közelebb kerülni ide A-site-hoz, hanem úgy vannak vele, hogy akkor próbálkoznának, de igazából nem igaz... Jó. D1-2. Igen. Nem akad be. Beszélgettem Fidivel itt a szünetben, és nem volt jó kedve, azt mondta, hogy nem megy neki úgy a játék, ahogy szeretné, teljesen el van veszve, nem hall semmit, nem lát semmit. Hát akkor ne habadja oda a szemüvegét, mert neki... ő amúgy se lehet vele, lehet-e neki ez. Hát is, talán mondjuk itt megbosszolja ez a saját magát, vagy önmagát az, hogy itt ilyen ennyire bátran kitoltak. Tehát megvolt a plant, és nézd meg, elkezdték tolni CT-t, vagy CT-t kezdő felé. Nem tudom, hogy ez amúgy... Hát, én nem érzem különlegesnek. Szerintem belefér igazából jobbot lebüntetni őket, úgy, hogy te píkelsz ott a close range weaponnel, mint hogyha ugye te engeded magadra az USP-ket. Nekem legalábbis ez a meglátásom. Hát nem jött ki túl jól igazából a fight, úgyhogy szerintem megegyezhetünk benne, hogy... Hopp. Kulakó pisztoly, futnak fel, ütőre. Hype az érdekes flash domot, és meg is kapta. Troll! Húzta a csíkot. Meg az asztalt is befüggtette. Igen, ez egy asztal, oké. Hát, hogy ilyen hangot hallunk, akkor az asztal csapkodása volt. 3v3. Érdekes smoke rövidre. PMK. PMK, te még minden halál után? Nem is kell nézni, szerintem csak ha halljuk, hogy az asztalra, akkor így kb. Tudjuk, mi történik. Igen, a vakon is lehet kommentálni. Igen. Hát, az nem tudom mennyi. Jajjaj, besi. Eddig nem néz ki rosszul. Fidi, le tudja hozni az 1v2-t? És HP-ja van, meg ugye M4... Az igen. Jaj. DM-eken ilyeneket kapok amúgy, az is.
Véletlen görgőbugból MP9? Nem, direkt így csinálják. Ja, direkt így csinálják. Itt a nyakamat tenném rá, hogy ez egy véletlen ugrás volt. Nem, direkt volt szerintem. Direkt volt? Persze, MP9. Kellett a stílusos jelző ott a kill feed-enek is szárnyacskával. Hát igen, előfordul. A de első full fegyveres vásárlás. Mindkét oldalról. Most nézem az előzőket, 13 hét volt, akkor bocsánat. A prediktemet azt cserélném 13 hétre. Ah, igen? Nem mondom el melyik csapat. De nem mondom el melyik csapatnak. Nem nagy vállalkozás. Akkor a sor, mint ugye igen, az... Akkor most ugye az lenne, hogy akkor a Bullpick nyeri. Hogyha ugye az elsőt a Bullpick, aztán a másodikat a Last Dance. De lehet, hogy lett csak az eredménye 13 hét, és meglátjuk, hogy majd melyik csapatnak. Hát most ehhez közelebb áll a Bullpick. Ez tény. Már a körön belül igen, most Troll 2K-mer egyből elhullott, sőt, Jerkai is. Ugye Troll 2K volt az előző mapnak a, nem tudom, hogy azt nyomon tudtad-e követni, map embere, és hát most sorra hullanak el a CT-k. Vesi alapon, rossz emlékek. Így, de nem tudott elhúzni egyet se. Rossz emlékek? Mit csinált Besi veled? Hát egyedül volt alapon, aztán ott nem tudtuk megölni. Hát ott a első Mirage game-en még. Besírtotok, ja. Mondták nekem szünetben, hogy nem volt még Scott Sovic ezen a mérkőzésen, Rehabot már megőrlendeztetted. Igen. Panaszkodtak a... Én panaszkodtam. Ja, bocsánat. Hát figyelj akkor, most így premier plánból élvezheted majd. Igen. És mivel még ezen a meccsen nem volt Scott Sovic, gondoltam, hogy most meg a harmadik napra valamit hozok nektek, nem annyira minőségi, de hát... Hát, nekem tetszett. Köszönöm szépen. Csetet meg jó is, nem látunk, mert lehet, hogy nekik nem. Egy-egy trade. Besi píke rampán. Sor ellövi. Utnak vissza B fele a T-ek. Arra grúpolnak. PM kamer felment röviden. Az jó is lehet egyébként így. Bár... Rymax egyedül D-re, nem tudom, meg tudja fogni a 4 B splitet. Igen, azért mondom, hogy ez kedvezhet itt PMK-éknak, és Hyphaist azt meg ugye lassan jön, mert nem volt benne biztos, hogy merre átcsorognak a ték, úgyhogy már kb. Rakóra beérnek, miről bármit is. Oh, raj, meg mondjuk! Íh, majdnem. PMK nem csak ott az asztalt, nem hallottam semmit, úgyhogy... Nem. Na hát, vagy tart... nem tartják most már Hyphaist-t. Egy. És miért nem fordul meg senki? Hát mert miután megölt ugye Troll 2-ket, utána fog velem, így van. Hát ott... Mondjuk azért Fidi kemény, hogy ő így is tud fregelni, tehát... Ez egy másolást elindít az Explorerben. Igen. Becsukta a TeamViewer-t. Lehet nem is Fidi játszik. Lehet. Ja, remote desktopon valaki. Igen. Egyben FPS-sel. Úgyis csak 30-at lát a szemed, nem mindegy. Kettő-kettő, úgyhogy visszajött a Last Dance, és hát kérdés az, hogy akkor megint egy... Ez nem szóvíz, de hogy az utolsó tánc lesz nekik, ugye ez mégis az a meccs arról dönt, amelyik csapat itt ki kap, az tulajdonképpen nem kap már több esélyt, és hát a Last Dance visszajöttem ugye a mérkőzésbe, mégis tudja fordítani, hiszen dupla emberedőnyben vannak. Nagyon érdekes egyébként, hogy így a Anubis után valahogy, mint hogyha egy kicsit így elfogyni látszan ez a bullpeak. Én sem tudom már úgy ezek az egyéni megmozdulások, amik megvoltak, Anubison sokkal kevésbé jelentek meg. És cserébe úgy látszik, hogy Fidi meg feltámad. Panaszkodott egy kicsit nekem a szünetbe, azt nézed, a 7-2-be van. Csak panaszkodni kellett. Persze. Ez kors, nekem sem megy a játék, az a baj. Na akkor most este leülök és fölmegyek level 4-be. Oda lehet felfele is menni? Tudod, vannak olyan játékosok, akik nem 10-ben vannak. Ja. Bizsomból is csak lefelé megy szemben. Hát onnan csak lefelé lehet menni, úgyhogy. Egyet hozott ki. A Last Dance. Igen, ebből lesz azért így. Echo volt CT oldalon, nem a jól? Igen, full echo. Igen. Akkor fegyveres. Na hát... Mehetünk akkor tovább itt a mérkőzéssel 3-2-ről. Átveszi a Last Dance tehát a vezetést, hiába nyert pisztolykört, illetve Janti Eklót
a Ulpik. Szóval másodjára csinálják a Last Dance-esek. Megy az üzengetés. Mire panaszkodik az úr, Rehab, te hallod? Van, hányfaiszt az, hogy... Szerintem azt próbálja mondani neki kultúráltan, hogy ne fussák kötőre mindig. Ja. És a kötőre? Valami hasonlót. Érzem, hogy tökörre, azt mondom, hogy tökörön. Jó, hát azért mentségen veszem, hogy rajtam van egy füles, tehát én a magánhangzókat hallottam. Az úgy stimmelt viszont. Ez a Fregi stimmel itt Jerkától, a Troll 2K-tól. És itt tudják, közel van Fidi, single, így és meg is veri. 2v2 abszolút hozható. Falaszból jön a bomba, Rymax. Figyelni kell CT-be lassan. Fidi? Haló? Hogy? De Jerka, légy CT, zsombor taktikáját alkalmazva, megöli Fidit. Csak a VP-re. CT is VP-re megöli alapkal. Igen, itt a trükk az mindig az, hogy először elövöd magad kötőnél, és utána csinálsz gyors rotációt. Jaj. Jó a légy CT. Én nem vágtam ezt a taktikát, nem vagy a mestere ennek a légy CT-nek. Igen. Ez egy ilyen olcsó bazári trükk, de nagyon hasznos. És igen, amiközben ugye a taktikai időkérés van, ugye azt talán ezen a lövésen látjuk azt, amit mondtátok is, hogy valahogy elfogyott a Bulpik, hogy most már azok a lövések, amik ugye Anubison még nekik jöttek be, most szinte ugyanazt látjuk, csak pont fordítva. Tehát, hogy oldalba kellett volna csak tulajdonképpen lőnie, és még volt ideje visszafordulni a támadó játékosnak, és még így sem. És azért egy M4-gyel kellett volna megoldani ezt a feladatot, tehát nem egy USP mondjuk. Kicsit azt látom úgy így a BO3-on belül, így az első pálya, és aztán ugye szépen fordulva a második, és megérkezve ide a harmadik mapra, mint ami nálatok lementem úgy a nyitó meccsen, hogy az elején nagyon jól indítottak mert hogy ti jól indítottatok, aztán szépen visszajöttek a Bulpikesek, ott mintha egy ilyen momentumot magukhoz tudtak volna venni, viszont utána, amikor hát valószínűleg az ominózus ekókör, az egy kicsit úgy, mintha mentált megtörte volna. Nem tudom, hogy nektek ez mennyire tűnt így belülről, de én egy kicsit így ezt látom megvalósulni náluk talán megint. A CT-ekorra gondolsz, vagy a... Igen. Ja, igen. Hát igen, az igazából az volt az a kör, amivel szerintem mentált is nyertük meg így a gémet magát. Annak hála. De igen, a Bulpik az most nem a legtoppon van. De még nem jutott a kettébe. Na, még egy? Nem. Besi még egy? Nem. Szép rögök azért hullanak be, de... Hoppá! Egy high-fives az Fidi. High-fives az duplázat. Íh, de megöli Fidi. Fidi nagyon bekapcsolta a rakétákat. Már csak azt jelenom ebből a közvetítésben, amit EPR-en is láthattak a kedves nézők, hogy lennének ilyen teamcomzok a... Ja, igen. Mert egy-egy mapot követően, vagy egy-egy kört követően, bár nem biztos, hogy a nyomdafestéket... Igen, azt akartam mondani, hogy a hangtonálásban arra következtetek, hogy lehet, hogy jobb, hogy nincsen. Tehát lehet. Egy dolog, hogy kivel rakva a 18-as karika, de... Szóval, hogy igen. Bár lehet, hogy ott is van, ugye ott is csak általában azokat vágják be, hogy nice, meg infózások, ilyesmi. Lehet, hogy azért ott is hallanak egy-egy smást, hogyha... De ne szép munka, ugye? Eszméletlen jó. Az lesz az. Na? Megvan a nyitó, sőt! A kettőket megölte a megszert. Besi még, közel van. Húha, minden omoló. Szenved. Van még életbe, Besi? Na, hát ez... Így troll kettő kell, amisszel. Medzi az... A szúgy veszett, úristen! Igen, ott Jerka. Hát... Örül. Hajaj. Mi a... Tár. És nem! Csak összejött. Fidi megint 1v2-ben. Persze. Ez a specialitása. 12-4. Ilyen meg lesz is még ilyen. Bomba amúgy kiesett kötőre, és szerintem egyébként, ha azt ott felveszi, nem visszafele fog jönni Ásszájtra, mivel amúgy ideje csomó van rámpáról, CT-ről láthatunk CT játékosokat, és Fidi gyakorlatilag kikerülheti itt az érkező védőket. El fog menni underbe, vére, ez egy picit hosszú lesz, hát itt már ridelik a CT-k. Hát figyelj még!
Hát ezt végigolkolni úgy, hogy letisztázzon még B-t, ha le akarja, vagy megkockáztatja, hogy... Amúgy az van viszont, hogy Hyphaist is csak halkan tud rotálni B-re, mert nem tudja, hogy mikor jön esetleg Fidi jungle-ből. Nézd meg, nem is mer menni igazándiból. Itt azért lesz egy jó 5-6 másodperc előnye Fidinek helyezkedni a CT-kkel szembe. Hyphaist az nagyon messze. Értem, bocsánat, Rymaxon nagyon messze. Fidi kipozik Markedre, meg kéne várni. És flashelt egyet rövidre egyébként Fidi. Úgyhogy ez még lehet itt egy ilyen kis befolyásoló tényező. Tartják! Hyphaist a snowscope-pal. Majdnem meg volt a line-up. Ezzel volt. Úgy hallom most, hogy valakinek még a tetemét még... be még kivirítette azt az AK-t, hogy... Mesi, hogy jelent addig ott? Igen, ez elég punka volt, és itt Jerka, hát csodálom, hogy ott nem volt püffenés utána ugye az asztalon. Igen. Itt három. A fegyvere még ugye van a téknek, de elnézve a pénzeket azért lehet, hogy a... az utolsó, vagy talán még, mondjuk, hogyha ezt is lúzolják, hát akkor akár még rá is tudják venni, hogy a következőben talán kevesebb jutival, vagy inkább kevesebb gékkel, úgyhogy de kéne most aláznak ez a kör. Ütött az asztalt, szóval... Csak így, ja, hogy ez ennyi volt, aha, tehát így egy füstbe így eleresztett egyet, és az, hogy pontot volt egy játékos, oké. Okay. Na hát, egyelőre ilyen, nem tudom, négyfős mid átcsorgás, vácsorgás T-oldalról. Ajaj, viszont. Belekóstolott egy játékosba, meg még egybe, de megölni egyiket sem tudja. MS és PMK szenvedtek el viszonylag sok sebzés, de egalizálnak, és nem is olyan rossz. 50 másodperc van az órán, még mehetnek bármerre. Megfelel kötőn, ezt mennyire rideli troll. Nem ridelte. Fidi meg van vadulva. Esi CT-n mondjuk. Aha. Fidi. Hát? PMK egy HP viszont, szóval... Esőlem van a bomba alapfele. Hármasra rakja. Na hát és... szerintem elég jó kapozik ez egyébként a Last Dance-nél. Igen. Úgyhogy... Hát, CT oldalra már nincs. Apika. Besítik elég? Nemes? Milyen flash volt PMK-től az? Nem teszi zsebre. Szándékos volt ugye? Szerencsére nem PMK volt az, mert akkor kéne egy új asztal. Úgy ismered PMK-t, dehogyis. Nem, nagyon, nagyon, nagyon szelíd. Igen. Hát, ilyen háromkörös előny, és hát nyilván azért az upgrade-elt pisztolyokkal is vigyázni kell, meg hát ugye RK-nál az MP9 az most gyakorlatilag a legerősebb fegyver a szerveren, technikailag. Na, ugye? Besi, Bezivel. És mindig rámolóznak, de így rossz helyre. Vagy jó, mozog jól. Lehet, hogy van ilyen passzív képessége, hogy hát így lehet. Hárítja a molotovokat. Igen, ott benne van. Rymax nincsen. Tud kihúzni onnan. Jaj! Új! Az még merész volt, az merész volt. Hyphaist, az CT van még. Memes lelő. Hát körbe rajzolta, Memes. Most Jerka jön. Légy CT-ben, persze. Ilyen irányítói sajátosság, úgy látom. Igen. Hát... Kéne nyerniük egy kört legalább a bullpikeseknek, hogy legyen esélyük, de... Még szerinted? Éből jobbak lesznek? Arra számítasz? Bármi megtörténhet, szóval... Szerintem, hogy tényleg komfortosak legyenek valamilyen szinten, szóval még egy kör illene.
De nálatok pont CT-ből voltak ügyesebbek, nem? Ellenetek. Hát igen, de igazából bármi lehet, szóval... Hát jó, igen, jogos. Azok utána, hogy ahogyan onnan viszont játszottak, és utána fordult a kocka, itt simán a kermét. Igen, igen. Erről is megtörténhet. De szerintem én azt mondom, hogy inkább kettőt, ez inkább a 7-5 kéne, mert hát láthattuk ugye én Söntön, hogy a 8-4 ez már... Hát igen, igen. Igaz, hogy nem a pisztolykört hozták, jól emlékszem, egyből, és mentek el 10-4-ig, de nagyon hamar 10-5 lett ugye a Last Dance javára, úgyhogy itt a 8-4 ez megint szerintem veszélyes lehet. Szóval kettő kéne. Időkérés vagy technikai? Technikai. Aha. Tudom, hogy kinél lehet probléma, de... Nem, indul a kör. Megyünk is tovább, igen. Ja. Mondjuk hozzáteszem, hogy amúgy a mérkőzés képében én inkább a 9-3-at látom egyelőre, mint a 7-5-5 vagy a 8-4-et, úgyhogy... Csak hozzátenném amúgy, hogy amióta Highface lelőtték rosszban, már nem megy outside-ról kötőbe, csak dzsungelből. Hát igen. Megtanult ezek szerint a dolgát. Szóltak is neki. Szóltak is neki. Tehát az segített. Dupla rövid. Trimax. Még ilyet el tud húzni? Nullas amúgy PMK, úgyhogy akár az a gránát akkor is lehetett volna. Bement volna, ugye? Igen. Ide, api lépi. Hát van itt két B-védő, úgyhogy... Jaj, ne néz. Aha, ez egy csip. Tudnak apiba, és másikát röviden. Memes. Api. De nem. 9-3? 9-3. Ugye Esor annyira jó helyre tartott, csak aztán tolt egy ilyen cipőfűző csekket azzal a dupla zoommal, és megsegített. Nem segített a helyzet után. Hát itt most Rimex-et kell dicsérni egyébként. De nem? Nézd, milyen cipője van. Igen, mondjuk nem értem, hogy azért olyan... Tehát annyira még le se tud googolni az ellenfélnek a játékosa, úgyhogy tehát, hogy miért oda lehet, hogy miszkék volt tartott. Egyébként. Hát... Joker. Ja, azért voltak szoros körök így, hogy egy bukott kör után gyakorlatilag elfogy a Last Dance pénze. Nyilván utolsó köre a félidőnek, ahogy mondod, úgyhogy mindenképp kell venni valamit. Annyira nem rossz a vásárlás, utilitikkel kellett egy kis kompromisszumot kötni, illetve ugye medzin látunk egy Tech Nine-t a nagy fegyver helyett, és ez egy elég határozott döntés A irányába. Itt viszont amúgy Besi általában egész jól szokta állni a sarat, úgyhogy, és már ráadásul itt is van mellett a segítség. Ketté molóval jönnek palaszban, felül alul is hozzák. Én most csak amúgy, bocsánat, de azt kérdezem, hogy maradt még 750 dollár, illetve 400 is Fidinél meg PMK-nál utolsó körre. Ez nem csak kérdez kimaxolni. Nem. Komoltak az elcsúszott, na. De támadás lehet, hogy nem fog. Hát medzi lelői Besit, Besi nem tudott duplázni sajnos. Jók a trédek. Ilyen újra a Last Dance-nél. Fidi 0 HP-s volt, így felezi csak Jerkátot röviden. Palaszt tudják, másik meg alapfele vagy hármas. Szép. És ennyi volt. Na hát csak meglett az a 7-5. Megvan az a 9-3, igen. Nem láttam bele, de... Nem mondtam én sem, csak hogy a 7-5 kéne a bullpicknek, és megvan. Finom a chips. Akadnak neked. Kajáról ne beszélj. Nem kérek. Ja, most nem kérsz, jó. Nem. És jobban érzed magad itt? Hát most ez nagyon komfortos, szóval. Ennek nagyon örülünk. Hát figyelj, hogyha rövid lesz a szünet, most valóban kivételesen a két mérkőzés között, bár szerintem egy fél óra így is számolható. Kötelező. Ugye mi úgy szoktuk kólolni, hogy következik egy rövid szünet, de általában az a minimum fél. De ha esetleg mégis rövid lenne, akkor a gondod az első pár kört viheted, mert én megéheztem, úgyhogy akkor gyorsan valami pár forintot ennék. Ha jól érzed itt magad amúgy is, akkor... Nagyon jól érzed itt magam, hogy jelenleg. Nem kényelmesek van a fél. Igen, abban akkor majd jövök utána. Ja, nem semmi, csak a veret fogja elkezdeni, hogyha éppen még a vacsora időmet töltöm majd. Ja. Hát. Na, hát elindult közben a pisztolykör, úgyhogy itt vacsorára még ne beszélgessünk, mert tényleg egyre jobban megérzem. Ez a baj. Hát figyelj, most azért nagyon nem mindegy, hogy melyik csapat nyeri meg a pisztolykört. A bullpick simán tudna akár egyenlíteni. Egy nyert pisztolya, a Last Dance pedig elég el tudna lépni. Bullpicktől. Elég jó helyen vannak most a bullpickesek. Uh-huh. Fidit vágják? Hát... Ja, csak egyet húzott el Fidi. A Fidi nem múlik ez a pálya egyébként. High Faistos. Az a Glock. Hát igen. Na az a Glock, ott van. Igen. Nemes, le tudja lenni a CT-t. Az szép. Nemes 1v2. Kit van, vagy volt? Volt, a rövidesen volt a kit. Ó, ez nagyon messze van. Ebből látják, hogy nincsen rajta. Igen. Hoppá.
Körbe rajzolta. Nem, így van, nem. Hát... Hát igen, és akkor jöhet az X igazából. Persze kérdés, hogy akarnak-e forszolni a Last Dance-esek? Hát figyelj, 4 fegyveret azért előtt, illetve 4 kijük volt, tehát 20 pénzt ugye kaptak a kielekért. Akár megpróbálhatják, ugye láttunk már itt full 5 MP9-es támadást, illetve hát védekezést. Még Anubisom. És... kaptuk a választ. Nem. Nem lesz ebből force. Úgyhogy igen, akkor jöhet a 7-7 is akár, hiszen ott van már 3 AK is, mondjuk jutti kevés, de hát igazából ezt egy izomból kell, tehát ugye főleg az USP-k meg az upgrade-et jól látom. Ó, van egy Zeus, hoppá, na. Ez hova fog beállni a Zeus-szal, azt nézzük. Underben van sajnos, de... Ura, igen. Nem jön senki. Hát... talán az eléggé távol is van ott, biztos, hogy... De ő nyilván jobban tudja, szerintem az kicsit... Rakettőke bele fog sétálni a stackbe, olyan... Sikít egyet. Hát... Megtörtént események alapján, Dani? Igen, igen. Hát így tudja, hogy stackre kell készülni, úgyhogy nem is nagyon tolja tovább. Inkább ő vár. Fá. Elfogisztasz még egyet lelő. De megölték közben, Trollkettőket röviden, hogy alakát szereztek. Medzi az EU-szal, besít lelövi? Már készültem pedig. Már nagyon készültem. Talán Anubison készült volna egy jó fotó, de ott se jött eszembe, úgyhogy nem tudom, hogy a nap folyamán volt-e az EU skill. Nem, kés volt csak. És kés volt már? Hát akkor itt még az kimaradt, az is, meg a... Szegény Lianen csattant. Nagyon mérges volt? Nem, csak... Csak kicsit. Csak elszomorodott. Igen. Elszomorodott, hogy nem jött support aztán. Igen. De nem lesz, vágják, hogy kiugrott. Nem tud jelenni troll, de a support ablakból. Nem rossz. Hát nulla jut imiden valamiért. Nem tudom, de ablakfüsse volt, vagy csak robbant? Nem, nincsen semmi. Érdekes körkoncepció. Itt az utolsó körre nem használtak fel minden pénzüket a bullpikesek, szóval ugye érdekes volt a... Ja, bocsánat, ez a Last Dance volt. Akkor nem mondtam semmit. De úgy néz ki, hogy akkor a bullpiknél is. A matek az jó, csak a jutikat nem. Az a spórolnak. 3 B-n vannak most jelenleg a Last Dance-osok. Hát ezt jól olvassák. Mi a terv itt? Vagy? Mi lesz itt? Hát... Elfelejtsd a szit, marad még talán terelni egy kicsit. És valakit? Ja. Hát... Ellépte. Látom, Besi. 3B még mindig, de... Tudom, hogy mi a terv pontosan. Lehet, hogy B-splitet akarnak. Feljön Besi röviden. És megöli ablakot. Ez amúgy nem néz ki rosszul feltétlenül, hogy hát, 3B ez probléma, persze. Igen, ez nehéz lesz. Hát nem, így nem. Akkor a 2K. Nem tud semmit csinálni. Elment a játékosok hangja, vagy? Azt hallgatom, hogy most azért nagyon feszült lehet a hangulat, azért szoros a mérkőzés, tehát nyilván, bár mondjuk egy 7-7-nél, amikor ugye Bullpik jött vissza, és végig szépen abszolválta ezt a kört a Last Dance, tehát nem tudja átvenni a bullpika vezetést. Még egy üvöltés a körnek a végén, pedig ha valamikor, akkor azért itt ez egy eléggé kritikus pont lehetett volna itt, vagy az is volt a mérkőzésem. Nyilván még vissza tud jönni a meccsbe a bullpik, de nem igazán lesz fegyverük hozzá, meg hát élet sem, igen, Besinél 49 a HP. Itt lesz egy jó kis fight, Besi, le tudja lőni. És jól tereli az alt, 3-at ott tart. Igen, csak közben az a baj, hogy elég nagy a zaj, amit csap itt Hyphaistos és 2K. PMK pedig számított erre az esetőségre, megvan a nyitón megint a Last Dance-nél. És ugye ne felejtsük el, hogy hiába látunk itt Tech9-okat, meg Mac10-eket. Ez egyébként egy vásárlós köre a bullpiknek, úgyhogy egy echo kell, hogy következzen, hogyha ezt a Last Dance behúzza, úgyhogy... Nagyok a tétek. Igen. Sor. Early Hyphaistost. És ilyek meg fogynak. Mennek arra a bullpikesek. Hát, 2 rámpa, 1 palasz, nem lát rossz, csak medzit clearelni kell. Hallják végig. Igen, és messze van még a palotás player egyébként. Így, szendvicset megöli. Medzi, és palota is. Hát. Szép volt.
Hát csak felébred így a végére a Last Dance, úgy látszik. Nem csak a BO3-nak, hanem úgy talán az egész A-csoportnak. Hát és... Még van egy BO3 ezután, szóval ja, arra is fel kell, hogy ébredjenek. Szeretném is kérdezni, hogy ha most a Last Dance megnyeri ezt a mérkőzést, akkor ugye megint Budapest Fire-val fognak összecsapni. Ahol ugye tudjuk, hogy BO1 keretein belül mi történt, viszont felmerül a kérdés, hogy így, hogy most itt meg tudták fordítani egy 0-1-ről az ő szempontjukból, ha majd úgy alakul persze, láthatunk-e megint BP5 dominanciát, vagy esetleg? Szerintem az első pályán egyébként inkább a Last Dance-nek lesz előnye, mert játékból jönnek, sokkal inkább még akkor is, ha lesz egy fél órás szünet. Viszont a második, harmadik pályán meg nekik lesz nehezebb dolguk, mert már fáradtak lesznek, lesznek nagyon. Igen. Hát, ha lesz harmadik pálya. Ha lesz. Meglátjuk. De valószínű, hogy azért 13-1-et nem fogunk már látni, mert azért... Nem, azért szerintem volt. Meg lehet, hogy akkor D2-t sem... D2 volt, ugye? Jól emlékszem az ők. Igen, meg két mirázsra kell... Nem, az egy mirázs volt. Igen. Taniék. Bocsánat, igen. Utána volt a D2, igen. Na hát itt volt idő ezt megvitatni, mert nem történik semmi. Egy perc eltelt, és... A 2K plusz left. Hát várnak a csodára, meg a mid-pushra bullpíkesek. Egy smoke-ot dobtak B-re. Nem tudom, hova esett. Ez, ezt ők se tudják szerintem. Valahova a tetőre. Valami, nem tudom, ablak akart lenni, csak azt lett belőle. PMK. Hármat likvidált. Elég szolid. Edzi jön takarítani. És megvan a dupla. 10-7. Három kör a két csapat között, három kör a végéig a Last Dance-nek. Hát AK full uti nagyon nem lesz bullpicknél. Hát úgy döntenek, hogy inkább az AK-k, mint a full uti. Cserébe, ha ez a kör nincs meg ugye a bullpicknek, akkor aztán azt tudjátok. Nyilván, ha valaki akart, biztos tudjátok, hogy ez az a Last Dance-nek egy nagy chance, nem a last chance, hanem igen komoly esély lehet. Viszont jó, valamilyen szinten jól rédelt a Last Dance, csak hát jutik azok kérdésesek. Jaj, lesi egy. Medzi, hármas fele, keringőzik, meghalt már. Oszplent. Úgy jó helyen kapizsgált a bombát, picit odébb volt. Hát, de Rymax. Az ritéken nem örülnének az emberek ezen. Igen, az a világ legnagyobb kerülése, de nagyon jól csinálja, ki van rakva rá a bomba, ugye? Igen. Úgyhogy füst lesz egyébként? Van még füst a bombára, az még egy picit nehezítheti rá. De a Ninja Molo nem esett be rendesen. Nem baj, Rymax az iiii. Hát szedni kell most már végig. Füsse van a bomba, Fidi szedi. Nem jó helyre, túl nagy. PMK pedig nem tud mit csinálni már. Szép próbálkozás volt. Igen. Trükkös voltam, hogy Fidi jó szögről kezdte el szedni a bombát, talán az volt így a legkevésbé. Igen. Várható. Sajnak ott el kellett volna húzni egyet sajnos. Igen. Nyilván ő nem tudta azt, amit mi tudtunk, hogy amúgy egy darabolója nem volt a téknek, tehát amúgy annyira nyugodtan játszhatott volna pala alatt, ameddig akar, ugye? Persze. Tehát ez ilyen. Hát, még a CT-knek amúgy jó a pénzük valamilyen szinten, majd még következőre tudnak venni ilyen SMG-s dolgot. De ugyanúgy nulla juti a téken, mennek az A-execute-re. Igen. Valami... Valaki furt? Vagy nem tudom, hogy víztisztító meg beindult itt mögöttem, vagy körülöttem. Reméljük, hogy a közvetésben nem hallatszott bele egy jó üveg. Anton! Hát ott a... Hát amúgy most jobb is látom, hogy ez az execute, mert Medzi egyedül van. Még azért van két társ viszonylag közel. Hiszek bennük, hogy be tudnak dobni egy... Pala alá egy molót. Nem igazán sikerült ebben a gameben egyik csapatnak se. De oda most már akkor nem kell, ahogy látjuk. Így nyilván ezt ők nem tudják. Get right on van, Medzi. Egyet el tudod húzni. Ajaj. Nem más PK palaszra lépcső alól.
Uff, Rymax, nagyon kemény. Ez a DM az segít. Igen, PMK is egyébként szépen a lépcső felett mostanság. PMK pozíjáról megvan az info. Az igen. Ennek ellenére, hogy van, kill belőle. PMK viszont most beragadt. A sor meg neheze. PMK mit művel? Hát mondjuk High Face az 2 HP, de a VP-vel nem tudom mennyire számít ez. Jön. Mekkora timing! High Face az pedig tudja. És megvan. PMK. Szép volt tőle, ez kellett. 14 HP-val, talán vagy 10, nem, 10. 10 maradt a végére. 3 kill-t. Levart vele. Nem semmi. Majd megsz, az kemény meg. Ez még keményebb. Igen. Ez még keményebb. Szépen szedte a bombát. Soha nem látjuk amúgy más külföldi eventeken, ami... Nagyon alatta most vagy, Dani, nagyon alatta most vagy. Kis kontextusnak hozzátenném, hogy valamelyik nap pracoltunk, és volt egy kör, ahol nem tudom, megkértem Krulit, hogy fékeljen azzal, hogy túrja a falat, utána lőtt kettőt, én meg bemondtam, hogy szép volt Kruli, jól túrtad a falat, és nem dicsértem meg a duplája miatt, és azóta ezt hallgatom. Szépen túrta a falat, az a lényeg. Igen. Bullpeak egy ilyen... Rymax! Micsoda? Rymax! Ide el tudjuk húzni még feedit is! Na? 3v2-ben vannak. Nem kell amúgy feedre rámennie. Ez jó, jól játszom most meg ezt Rymax. Ide mondjuk... Hát mondjuk tudtak róla így is úgy is, de nyilván ez egy info update. Itt necces, járkának lesz. Mert lemeri lerakni, úristen. Rymax amúgy jó helyen van. Csak a CT. Ide lát, meglátta el sor. De mégse? Mi? De... Mi? Akkor megvan, nem láttam. Nem lehet, meg. Hogy csak az X-ray rógott lehet, ki egy kicsit. Igen, lehet. Ezt X-ray nélkül kellett volna nézni, de... Ezek szerint sajnos... Nem látta meg. Lehet, hogy reak szemüvegének sokan örülnének most. Többen pályáznak. Én úgy érzem, hogy vasárnap lesz itt egy rehab szemüveg giveaway, tehát... Ő válaszik ki ugye az MVP-t, ami ugye az... Ja, jogos. Itt ezen az eventen, úgyhogy a díj akkor az ő szemüvege. Neki úgyis kell egy új. Ezen mondjuk bírókat ugye nyilván lehet sértegetni is akár, hogyha mondjuk a labdarúgásban, vagy akár valamilyen sportákban. Kapnak szemüveget, ugye ez egy célzás, de... Húha, felállt rá, nem ide jön. Nem. Megjöttek a wildos srácok, és ja. nekik köszön. Hát. Hát a bullpick pedig köszöni szépen Rymaxnek a kört. Igen, csak nagy dezifejek csattantak, és hát még úgy látszik, hogy nincsen lejátszva ez a mérkőzés. Ráadásul ezzel a force kör, vagy tehát nem is force, igazából ez egy echo volt tulajdonképpen a bullpicktől. Abszolút partiban tartják magukat, még olyan szinten is, hogy gyakorlatilag szinte törik a Last Dance bankját. Most egy félbáj Last Dance-től. Igen, olyan feles, és ahhoz képest, hogy nem rossz a felállás, mert egy MP9, M4, meg egy AWP. Csak hát nagyon más nincs. Talsolyban jutik, még juti is van amúgy. PMK-nál. 3 base-tekkel jelenleg Last Dance-től. Esorral, VP-vel. Az szerintem nem úgy akart azt a flare, vagy igen? De azt úgy akart. Ez kiment, jó? Ezt igen, az kiment. Házban maradt, úgy láttam, hogy... Most csak próbál terelni. Mondjuk Medzi ezt tolja palasz, szóval lehet, hogy az könnyerő lehet tőlük. Kérdés, hogy mikor kezdi el ellépni ott a rámpát majd? Nem fogja ellépni, hiszem bele fognak nézni Medzibe. Íííí, egyet ellőtt. Nem látjuk. Isten, majdnem még egyet megölt, úristen. És ugye egy rámpának kellett trédelnie, tehát így megvolt infóról, hogy rámpán is van egy... Hát, de most mit fognak csinálni a bullpikesek? Hát meg a Last Dance is, mert ugye most így tudják, hogy egy terelés akart lenni, de ugye így, hogy elhullott a parasztoló játékos. Oké, szereztek infót a rámpásról, de most akkor igen. Próbáljanak egymás gondolataiban olvasni. Az brutál, hogy látták visszafutni őket ára, meg még rámpán le is bukott egy lér, és tartják ezt a kb. 4 fős bészteket, tehát annyira bíznak a megérzésükben, ami sajnos nem is helytálló, igen, ebben az esetben. De számomra az... szinte érthetetlen, hogy miért nem küldtek el legalább egy player tára. Lehet, hogy már az volt a fejükben, hogy jó, mindegy, tartsuk meg a biztonság kedvéért, hát ha mégis visszafordulnak, és akkor legalább lehet szévelni a VP-t meg az M4-et, ha mégsem. Ennek ellenére most rápróbálnak erre, és milyen jó, hogy megpróbálják. PMK, Fregel, Fidi, Fregel! Az igen. 4v2. Rymax.
csúszott, de megölte BMK-t, és Nomex duplázik, lépcsőre pikelt és megölte. Nem tudom, hogy riderik Hyphastas viszont. Hyphastas megöli egy B1, de nem, Asur! És ezzel kerülnek pálya és mérkőzéspontra. Sor pedig beviszi a kegyelem döfést itt ellenfele keresztnevét kiabálva. Csak ha Tomi nem érezné magát elég rosszul, akkor a tuti kedvéért. Ó, jó kis szoros kör volt ez igazából, itt PMK és Fidi Fregje abszolút megváltoztatta a játékmenetet. Aztán pedig Rymex duplája úgy szintén. Egyébként talán, hogyha Hyphastas tesz egy picit türelmesebb és hagyja, hogy befusson ott a VP-s rendesen a rakóra, akkor igen. Hát, hogy jobban jár vele. De... Csak az idegek. Hát abszolút jó, érthető egyébként. Persze. De Hyphastas most nem tudta az előző köröt megbuntetni, visszaadni, amit kapott. Nemes. Egyet húzott miden. PMK. 3v2. PMK amúgy nagyon jó pozíja van, csak túl lassú szerintem. De majd postplantben jó lehet. Jaj, a bomba! Majdnem. Hát... Mondjuk troll 2K-nak amúgy, hogyha itt kijön, akkor ez jó lehet neki, csak... Fidi, hogy pozíl? És elkapta Fidi CT-n. Tudják, hogy csak nincs több CT-n. Igen. Palotából jön PMK, az Rymex kicsit hosszabb. Rymex alapra rakja. Aha. És olyan röviden. Így, de visszanézett. Hyphastas kalatai palasz, tudják PMK pozíciót, és Hyphastas lelői PMK-t. Hát az... Esőnek szévelnie kell a VP-t. Ez zseni. Következő kör az... Szerintem full echo. Lehet, hogy force a Woolpick-től amúgy. Ez egy echo még belefér. Igen. Ugye 12-10-nél, és igazából az utolsó körre kell akkor mindent föltenni, hogyha... Persze, de azért látunk már, Anubison is nyert echo kört, vagy felemás kört. Én még amúgy ezt is belelátom, hogy lehet, hogy még talán egy M4-et dobni is fog esort talán, vagy egy SMG-t. M4-et... De még akár az is kijön neki. És akkor azért egy VP meg egy M4... Lehet, hogy két SMG-t talán, nem tudom, talán ezt így jobban... Lehet, hogy 13-16, ez tényleg már nem fog valósulni. Úgy lehet, igen, lehetne valami. Reálisnak néz ki most amúgy. Hogyha valaki nem bravúrozik egyet. Igen, és ahogy említetted, ugye itt az előző kör végén, ahogy Hyphastas egy picit elkapkodta, hogy azért nyilván most a Last Dance-nek is az idegek szépen lassan meg fognak jelenni, hogy egyre közelebb ér hozzájuk a bullpeak. Hát meg hogy egy kör kell a... Hát igen. Na, ezek árulkodnak. Force buy volt végül is a bullpeak-től, szóval... De bele néznek a sorba? Jaj! Micsoda! Az hogy nem volt tag? Hát... Húzta róla? Hát ezt egy full save-nek kell lenni a Last Dance-től amúgy. Ez... Igen, és arra is mennek, úgy néz ki. A következő körben legyen esélyük valamennyire. Esélyük lesz, VP-jük biztosan nem. Hát... És megmondom őszintén, hogy azért Esor elég sokat hozzátett a VP-vel eddig a mérkőzéshez. Igen. Volt egy kis impact. PMK az M4-ével is, szóval... Nem lehet alul becsülni őket. Hát igen, mondjuk azért, hogyha megnézzük, a, most így nagyon nem lehet kiemelni senkit a ugye még az előző mapon inkább ugye Memeske, illetve ha jól emlékszem, Esor volt, aki nagyon sokáig, aztán még hozzájuk Medzit talán, vagy PMK fölzárkózott. Abszolút amúgy fregek tekintetében egészen egymás fejfő mellett haladnak, amúgy a másik oldalon is, és ezt mondjuk bizonyítja mutatja az eredményjelző is, 11-12, és hát... Nagyon szoros. Jön az OT. Most jön a Force Buy. Last Dance-től. Ha jól readelik, akkor... Jó lehet. Tehát valamikor most nem lesz gyors kör szerintem a bullpick részében. Igen. Nulla B. És ez mennyire jól readeli most a bullpick, hogy B fele mennek amúgy. Szép hack volt. Ugye, tudja, szóval Besi hallja, hogy tékeltek mindet, igen, tudja is. Tudom, hogy Besi... Besi. Medzivel komoly 1v1-ben vannak. Bemegy közben a B vagy? Hát nem tudom, pedig jó timingjuk lett volna, de ezek szerint nem.
Szerintem nincsenek róla meggyőződve, hogy hányan tolták. Mit esett? Medzi. Tudnak Medziről közel az MP9-en? Ajaj, az a hack. Ez nem. Ide csak a smoke-ba lehet, tudják. De ezt Medzi hallja, hogy izére mennek. B-re. Ajaj. Látja, Besi megölte. Na, hát. 5v3 bultiknek. A szórakozást a Last Dance-nek. De mondjuk PMK, Lower, Underbell megindul. Ráfug. De menne, Besi rá fog csakolni. Ennyi. Nem durant az asztal, érdekes módon. Esor 1. Igen. Hát, Fidi. 4v5, amány 1v2-t hozott, szerintem ez... 4v1, bocsánat, nem annyira... lehetséges, de bármi megtörténhet. Hát, ez nem az a pont, és nem az a pillanat. Itt bizony lesz még egy hosszabbításunk, úgyhogy... Te tudtál, beszéltél az arcokkal, hogy ne, amúgy, legyen a vége? Amúgy azt mondták kint, hogy csak gyorsan legyen vége, akarnak enni. Ja? Lehet, hogy azt hitték, hogy a másik csapat akar gyorsan végezni. Ja, mind a ketten. Igen. Értem. Csak megmondta neki, hogy fogadott ugye a Team Mix Pro-n, és hát nehogy már ne legyen OT, akkor bukja a szelvényt. Hát ugye? Persze. Mondtam, 13-16 Last Dance-nek, azt mondta? Igen. Nem felejtem. Hát, megnézzük. Lehetőség adott. Igen. Innentől kezdve. Hát ugye most a Last Dance-nek kell, hogy nyerje az első kör, ugye általában ez szokott lenni, hogy mindig az első kör az OT-ban, aki ugye map ponton hát, volt, vagy... Nem mindig. De lehet persze. Jó, ez csak egy ilyen, lehet, hogy egy ilyen nem létező statisztika, tehát amit... Igen, ilyen szokott lenni, hogy ugye nem tudom, 4-5 körig szenvedsz, hogy valahogy endeld a mérkőzést, nem sikerül, visszajön az enemy, megvan az OT, első kört így nyered, tudod, igen, tehát igen, freget nem lőnek. És aztán így ezt kellett volna csinálni egész gépben, emberek, mit csinálunk? Na, de lássuk. És újra 3B irányba megy a Vulpik. Az a kötőheg, az nem tudom, mit fog elérni ott a... Amúgy, de... Hát, majdnem. Ezt már megszoktuk ebben a gémben, úgy érzem. Igen. Ez már az elvárt. Odébb rakták a falakat szerintem, vagy valami valószínűleg az lesz. Nem igen. Létezik, hogy ennyit hibáznak a játékosok. Hát, B-pop szerűség akar lenni. Jó setupban van a CT. Tudom, még egy heget ugyan oda eldob. Na, van még. Kedvéért. Kine van még? Járk oda, hogy a hegét neki. Hát nem agróznak a CT-k, erre várt olyan sokáig a bullpik. Late B-split lesz. Hát majd igen. Járk a fellökről röviden. Igen. Annak tűnik. De csináltak már ilyen kört, és ez nem is működött rosszul. Fidi full vak. Jó, megette azt a heget. PMK meg kipozított az... Így, Memes duplázik. PMK lenne röviden. Szép. Hypheistos VP-vel backside-on. Memes nem látja. PMK. Jerka miért nem Jerka? Rövidről. Hát... Ezt kellett volna csinálni, emberek. Statisztika. Mondtam. Ezért, mert ha valami érzik legalább... Mentségére szóljon a Last Dance-nek, hogy az utolsó három körben végig rossz volt a pénzük, mármint hogy ilyen igen. Back-to-back valami volt, de nem az igazi. Hát ők 12-10-nél azért rekózhattak volna, vagy nem kellett volna, hogy feltétlenül elvásárolják. Én a helyükben, ugye erről beszéltem, hogy lett volna még lehetőségük is az utolsó körre hagyni, mert így is arra maradt, csak hát ugye így gyenge volt a fegyverzet. És ott amúgy nagy a feszültség is, mert körök óta nem hagyjuk amúgy a játékosokat semmiféle emóciót, tehát se rossz, se jó értelemben. És Esornak valamiért ma nem adja az a, kapott, azok a VP lövések. De nem adott, igen. Pedig rajta volt, úgy nézett ki. Feljön kötőből Besi. Ezt hallották. Ez egy ilyen A-split-szerűségű dolog lesz, úgy néz ki eddig. Imax megy vissza Bomber Taste módon. Hát egyébként... De mégse. Jó. Amúgy, hogyha Imax ott bemegy, az jó lehet. Aha. De nem, mert visszarotál. Terelés megint. Ezt annyit csinálják egyébként, igen. Bullpeak-esek. Már meg sem mozdul rá a Last Dance. Hát igen. De Besi, az hát nem hanggal kellett volna. Ez fix info innen. Igen. Hát meg
B-t teljesen átadják most a Last Dance-esek. Jó a read tőlük. Ú, de jó a flash, úristen, besimolt minden. Elképesztő. Most pedig dodge-olta is a flash, de medzit readelik viszont alapon? Nem. Egyet elhúz. Nagy pozícióra el. Második? Jaj, a Mandorban van. Medzi még egyet megöl. Jaj, van az is. Besi 1v2, amúgy Besi 1v2, mind a kettő CT, van esélye Besinek. Hát csak 18 másodperc, össze hát kell igen. Szedni a bombát, le kéne rakni egy flash. Valami. De dupla VP-jük van! Ez nagyon necces. Ez a lehet. Ide mondjuk Besi, jaj! Jaj, Besi, nézd vissza! Á, nem. Medzi pedig, Medzi nagyokat lőtt most. Igen. Kifragek. Hát kellett. Igen, igen. Fontos volt. Meg hát az is, hogy ezt ilyen hidegvérrel meg tudta játszani. Igen. Egy ennyire kiélezett küzdelemben. Nyika. Semmi. És most végre hitelt a VP. Igen. Fiam, mikor számít. Azért... Igen. Igen, igen, igen. Ez betett volna, hogyha ilyen közelről nem adja be. Majd már nem visz, mert szerintem a kezét lőtte meg kb. Memes agrózik minden, ez jó lehet early infónak. De tudják Medzinek a pozícióját is kérlek. Medzi hal, 3-osan, high face ezt megedi. Szkérelnek gyorsan, elsőre előtte meg a dzsungelben. Hát figyelj, akkor itt lesz az a 13. kör, amit mondtál valószínűleg. Ez igen, igen. Lesz itt könnyű összehozni, Last Dance szemszögből. 3 kötő, 1 CT, ez ilyen hát... Nehéz ezt irítékelni. Mondjuk most Rymax nem ment a jó kis kerítőre. Szar lett a molóc. Nincs erő. PMK. PMK. Ugyanúgy alapra. 3 rámpa, egy palasz. Jaj. PMK-t megölik. Tudnak mindenkiről. Memes pedig szépet lőtt, de Esor szedi. Jajjaj, össze fog jönni. És nem volt idő. Hú! Baszta. Ez akkor egy 10 másodperces nem, diffuse volt? Nem, vagy? Szerintem ez egy 5 másodperces volt, csak pont ilyen. Még nem csipogott, hogy igen. Nem tudom. Érdekes volt, de minden esetre... De lassult az idő itt. Kabaré, igen, nem, én sem tudtam megállapítani, hogy most tényleg ennyire régóta túrják. Hát igen, már 10, ott van 10. Igen. Volt rajta. Volt rajta, csak van, igen. 4 egész valamennyinek ezt elszedni, és nem volt idő. Nem. Elengedte? Nem engedte, nem, szerintem csak hogy nem igen, volt időszimplán. Igen. Igen. Ez volt a 13. kör, most már 2 kör Last Dance-el, úgy tippelem. Hát, igazából benne amúgy benne lehet, persze. Simán lehet hozni. Megnézzük, mit alkotnak. Újra a rampa boost. iFaist azt nem kapták most el. Már nagyon fegyelmezetten moziból kezdik. Igen, 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 igen. Megtanultad, mondjuk dupla VP van CT-n? Igen. Igen. Nem, tripla VP van CT, bocsánat. Rendhagyó módon. Persze. Dedicated bullpeak stuff. Hát ez klasszik bullpeak. Ami VP működött, szóval... PMK boost ablakba az jó lehetett volna. De Hyphase az kötő. Úgyhogy rövid player sincs. Jaj! Ezt nem is értem. Ez mi volt itt az ötlet? Ott egy rövid player, csak járkaz. Most érti. Troll? PMK ölt? PMK-ról tudnak még kötőben akkor. Szarom maga megint! Nem. Lássuk, még a rádiusza is nagyobb annak a molónak, tehát hogy... Jaj... Ha CT lenne... Jó, és ő még itt el egyet underfalazva. De az jó lett végre. Csak jó lett egy. Elég jó kis... 3v3. De mondjuk PMK az jó helyen van, nem fogják... És Memes duplázik! Károly nem láttuk pedig, az... Tudja a Climax pozícióját. Na most kell CT-re menni, most kell CT-re menni. Ő tudja, ő az én emberem, csak valami érbére indult. Nem, meggondolta magát. Hát, ez nagyon amatőr. Hát, nem tanult. Nem. Ezt majd meg is beszélem vele szünetben, hogy ezt nem így csináljuk. Hát, mondjuk az... Ez elég vad volt PMK-t, igen, hogy igen, igen. Most megvan azért voltak szép tevései ebben a game-ben eddig. Igen. És hát akkor 15-13, úgyhogy tényleg, hogyha tippeket kell, vagy nem tudom, fogadási tippeket, akkor Skirtle-hez kell fordulni, mert... Hát.
eredményre pontosan megmondta, illetve hát még ezért neképe. Majd megmutatom, hogy hogyan kell bedobni egy under palamodót. Ezt mind a kettő csapatnak felajánlom, hogyha kell. Milyen nagy lelkű vagy. Persze. De majd szigorúan csak a vasárnapi döntő után, hogy véletlenül igen, persze. Asset playereteknek meg le kell adni a drótot, hogyha még találkoztok valamelyik tímmel, akkor only under pala. Igen. Soha nem szabad játszani. Underpala stack 5-ösön. Hoppá, memes, entrizik apiba. Lehet a 16-13-ad. Majd megszott, megölte. Hypeisztus, közel volt. Sokan múlt, igen. Kötönc kérelnek fel a ték, hárman. Besi ezt... Hallotta. Le van kommunikálva? Jönnek be, de... Jaj. Oké, mert troll 2 kárhúzott egyet. Top kötőfüst. Jaj. Se rossz play. És még egyet elhúz troll 2 K. És miért kell meg lovos? Ú, de várjál, apiból megjön. Megjön Pemes. Ez jaj, sem látja. Szóval nem halta? Szerintem nem. Jaj, hát ez nagyon nagy kár. Memes, az jó play van Memes, de ez vissza fog harapni. Nekem van egy olyan érzésem. Nem. Csináltál előtte a rövides tőjéből. Esor tudja, hogy tiketem van. És tudják. Hogy CT. És ott van. Én mondtam. Szerintem egy készfogásra majd Daninak gratulálhatunk, amint kameraképre kerülünk, csak hogy a nézők is lássák, hogy valóban megtörténik a gratuláció. Szerintem. Eltalálta itt a pontos végeredményt amúgy. Lehet, hogy ő már látta. Nekem is gyanús, hogy azért itt jövőből kell beszélgetni a playerekkel kint aztán. Más időzónában vagyok. Jaj, tényleg. Sport almanakból megtippelte a mérkőzésnek a végére. Igen. Hát és végül is fordított akkor a Last Dance. Tehát azért elmondhatjuk azt, hogy egy olyan Anubis után, ahol szorosabb volt azért, tehát hogy a 13-1-es első BO egyet követően, ugye a BP5 után azért számítottunk arra, hogy hát hogy ne szaladjak bele megint ekkora pofonba, ott még ugye jött a vereség, és hát utána a zsinórba két mapot is megnyertek. Ancient az amúgy sima. Mármint mondhatjuk azt, hogy utólag, hogy sima. Igen. Ez ugyan szoros volt, de valami, én a hasonlóra számítottam amúgy, hogy még mondtam is a map elején, hogy ugye egy alappálya, és itt tényleg az egyéni mozgás. Egyének döntöttek, vagy szerinted már inkább már ilyen fáradtság is, a nyomás? Hát, mindegyik. Szerintem minden belejárult ebbe a meccsbe. Szóval. Ja, gratulálok. Köszönöm szépen. Szép munka. Dani, meg köszönjük szépen, hogy itt voltál, remek volt. Legalább kaptunk egy kis insidert így a bísektől is, úgyhogy vasárnap még veled vasárnap mindenképpen talán, vagy nem tudom, hogy te holnap kint leszel itt a helyszínen. Itt leszek, igen. Ja, hát akkor igazából még úgyis összefutunk. Abban segítsetek kérlek, hogy kaptunk-e már UK-t, hogy mehetünk-e szünetelni, vagy nem. Csak igen, mert nem hallott készen. Igen, én nem hallom most. Igen, Berci kollega mondta, hogy készen van a reklám. Nem tudom, hogy neked van-e még mondandód. Nem, én éhes vagyok, úgyhogy ha van annyi időnk. Pedig elköszönök akkor a kedves nézőktől. Köszönjük szépen még egyszer Squirtle-nek, hogy itt volt velünk. Neked jó étvágyatok, barát. Én lépek csak le, meccs még lesz, egy BO3, köszönöm szépen, és velem majd holnap találkozhatok, de az utolsó mérkőzése pedig mindenkinek nagyon jó szurkolást kívánok. Szerintem egy nagyjából fél óra, 40 perc még átpakolnak a csapatok, és jön az utolsó mérkőzése az A csoportnak. Igen.